Üdvözlök mindenkit, Nekrafim, vagyok, jön is kis warszém. Kértétek, Oberon 2020. Végre valaki tud warframe kérni. Na, egy -e fene. Na jó van. Oberon hozzám közel áll. Az egyik leghasználtabb warframe nem. Mondjuk úgy, hogy a leghasználtabb Warframe volt. Sőt, talán még mindig a Loki után, mert a Loki volt a választható karakterem, annó nekem az első karakter, ugye azzal töltöttem el értemszerűen a legtöbb időt, és utána, amit már megtapasztaltam az Oberonnak a varázsát, hogy így mondjam, Oberon lett a leghasználtabb karakterem, gyakorlatilag, és azóta is szeretek úgy rá gondolni, mint a leghasználtabb karakterem, de hát végül is az a leghasználtabb karakterem a Loki után. Szóval, ezért nagyon közel áll a, a szívemhez, és nagyon megtanultam vele játszani ebből a szempontból. Viszont uh, nem könnyű játszani, és ez volt régen, amitől nem tetszett ez a Warframe, és úgy gondolom, hogy ez az, ami a legtöbb játékost eltántorít. Mert ez a Warframe különleges, nincsenek különleges, nincs különleges ereje, nincs különle, über különleges, überkülönleges képessége, és nagyon-nagyon kell fókuszálni a vele való játéknál, oda kell figyelni ennél a warframe ennél a játéknál, viszont megadja azt az örömet, hogy változatosan harcolhatsz vele fegyverrel, karddal, kombinálva, és, és egy nagyon pozitív játékélményt tud hozni. Ettől függetlenül az Oberon nagyon-nagyon <coughs> jó tank karakter, és nagyon jól életben tudja tartani a csapatod is. Egy ügy, ügyes Oberon az nagyon-nagyon jó támogatást tud nyújtani a csapatnak, és akármilyen játékba is viszed ezt a karaktert, nem fogják elutasítani, mert megtalálja a helyét. Megvannak a képességébe, hogy a, a gyógyítás és a tömegszabályozás, a DPS pedig rámarad a kardodra és a fegyveredre, és ettől egy nagyon jó balanszot kap ez a karakter, és ezért válik nagyon jó jutalmazóvá e, a vele való e, játék. Most már, hogy bejött a hardmód, kérlek engedjétek meg, hogy hármódban teszteljem a dolgokat. Sajnos a teszt nem sikerült túl jól, mivel hogy ez, ez egy olyan nap volt, hogy őszinte legyek, ahol nem tudtam feltartani a live supportot a, a játék közben, de a kedvetekért live support után, miután lejárt a live support, azután is bemaradtam addig, ameddig lehetett a játékban, hogy igazából valahol megmutassam azt, hogy, hogy lehet az Oberonnal játszani. És, és azért szerintem, aki nézi a videót, az láthatja, hogy nem lassan ölöm meg az enemiket. Tehát elég gyorsan tüntetem el az enemiket eh, ahhoz, hogy dobhasson live supportot, de a játék valamiért nem akar live supportot dobni. Vajon miért? Ne, hogy már benne akarjál maradni egy kicsivel több. Um, Ideig ahhoz, hogy igazán megkaptam, megkapjam azt a life support mennyiséget, tömegesen kellett volna eltüntetnem valószínűleg az enemiket, nem pedig egyesével karddal, pedig nem haladtam lassan igazából, de ettől sokkal gyorsabb kill rátára lett volna szükségem gyakorlatilag, hogy fent tudjam tartani azt a live supportot, de... A lényeg azt hiszem benne van a videóban. Benne van az, hogy az Oberon erős, és hogy az Oberon bírja. Ám ugyanakkor az Oberonnak van egy gyengéje is, és úgy gondolom, hogy ha magas szintekre kerül a sor, a gyengéje, a legnagyobb gyengé az Oberonnak, az az Infested. Az Infested instant tünteti el az energiálat és az Oberonnak szüksége van folyamatos energiára ahhoz, hogy fenntartsa az élet feltöltő képességét. Nem attól válik tan hogy vissza tudja tölteni a képességét, és ezt mind megbúztolva a különböző trükkökkel, mint az Arcane vagy éppen a kardotban lévő Life strike és Healing Return kombinációja, ettől válik igazán tankossá. Továbbá én alkalmazom a Tenót. Tenót nagyon alkalmazok. Szeretek Zenurikot használni, mert áram, ugye áram képessége miatt megrázza az enemit, tömegkontroll és a többi. Szóval így tudom elképzelni Oberont 2020-ban. Amint láthatjátok a videóban is a trükk. Egy pillanatnyi Tenó tömegszabályozásért és Magus Anomali ahhoz, hogy összehúzza az enemiket, de ezt a zenőik megcsinálja magától is, csak lassabban, az anomália kicsit gyorsabb. Um, gyakorlatilag egy pillanat tenó, ki, megrázni az zenemit, összehúzni és karddal közéjük menni. Nincs esélyük nagyon sebezni, aki sebez távolabbról, azt az Arkane Grace, illetve a Oberon 3-as képessége, ugyebár simán feltölti az életed, nem beszélve arról, hogy a kardban van egy Healing Return, az is tökéletesen elvégzi a dolgot. Ez a karakter annyira kiegyensúlyozott, hogy amennyire, amennyit változtatni kellett rajta az idők során, amióta megkapta a bufját, hogy így mondjam, mert az ő képességei is mások voltak, és átlettek alakítva idővel. De amióta megkapta a maga bufját, azóta ezen a karakteren, és ez már egy jó pár éve, azóta csak annyit kellett változtatni, hogy umbrát csinálsz belőle. Ennyire kiegyensúlyozott ez a karakter, ennyire időt álló, ez a karakter, és ennyire megbízható gyakorlatilag, hogy bármilyen játékmódba be tudod vinni, ha már hozzászoksz ennek a karakternek a is határaihoz garantáltan mondom neked, hogy bármelyik játékmódra be tudod vinni. Interception, Defense, szabotás, spy, akármire egyszerűen azért, mert annyira meg lehet tanulni, a Warframe-et ezzel a karakterrel, mert annyira vigyázni kell vele, főleg az elején, amíg hozzászoksz a, a képességeihez, uh, Annyira megtanulsz vele játszani, hogy egyszerűen kiváló leszel vele bármelyik játék módban is. Tehát akárhova akarsz menni, á, Oberon jó lesz, megoldja. E, egyszerűen, amikor lusta voltam előkészülni egy játékra, akkor Oberon megoldja. Tehát nem, nem volt vele gond. De srácok, nem húzom tovább az agyatokat. Jön az, hogy én mit gondolok arról, hogy 2020 Oberon modolás. Nos, hogyha a 2020-as Oberonra kerül a sor, úgy gondolom az egyik legfontosabb dolog, hogyha a tenónál kezdjük a modolást. Egy olyan ritka warframe egyike, ahol úgy gondolom, hogy a tenónál való modolás, vagyis képessége kiválasztása igen-igen igen fontosra telik, mivel hogy hiába vannak az Oberonnak tömegszabályozós képességei, nem vagyunk túlságosan hajlamosak használni, viszont a tenót egyre inkább, egyre gyakrabban beleolvasztjuk a játék stílusunkba. Szóval nálam az Oberon a tenónál kezdődik, és azon belül is a Zenurik uh, iskolánál. Egyrészt azért, mert ez egyik legkihúzottabb iskolán, másrészt pedig azért, mert egy olyan képessége van, ami összehúzza zenemiket, de nem is ez a lényeg, uh, hanem az, hogy ez elektromosság gyakorlatilag... Uh, Tömeget fog szabályozni egy pillanatra, hogyha e, kioldom, tehát kijövök a tenóba, egy pillanatra is egy ilyen kis elektromos kis e, gömböt fog létrehozni, ami az enemin végigmegy. egy nagyon nagy hatókörben is iszonyatosan hasznos tömeg szabályozom, mert nem fognak rád lőni a zenemék. Szóval, ja, én a zenőrkat használom, de általánosan mehetsz tántán -tán akármelyik uh, fókusziskolával, uh, de a zenurik lesz a számomra legalábbis az egyik leghasználtabb. Um, Dolog. A következő, ugye, hogy milyen árkéneket használnánk ebbe a tenóba. A Magus Anom Anomaliin állam már szinte minden Warframe-ben, bocsánat, minden ö, játékban ott van, mert szeretem, hogyha az enemiket, Lusta vagyok, szeretem hogy az enemiket behúzza hozzám a a, ugye a tenó, hogyha visszamegy a Warframe-be, nem éri meg, úgy gondolom, hogy rang 5-ös nem éri meg. Az a 30 m, az az 5 méter különbség nem számít, de egy rang 4-es azért már nem rossz 25 m a Warframe uh, élet, uh, Warframe távolságban igen-igen sok. Szóval uh, rang 4-es uh, gyakorlatilag ebből a magus anomaliból teljes mértékben megfelel. A következő a Vigor, Vigor lenne, Magus Vigor, de és nem is a noris. A Vigor viszont megéri Maxra kihúzni, csak én nem foglalkoztam még vele, azért az extra 300 életért. Mert így, hogyha kimész a, az Oberonból, visszajössz, megkapod azt a 250-300 életet, kinek, hogy érdemes ezt zárként uh, be szerezni. Szóval, hogyha kitranszferelsz, megkapod ezt az életbúszot, visszamész a Warframe-be, elkapcsolod a hármastól, sok-sok életbúztról van itt e, szó. Szóval Magus e, Vigor érdemes megszerezni. Nos, akkor beszélgessünk magáról a Oberon modolásról, és bocsika, de a sima Oberon modolásról mutatom meg, mert erősebb, mint a Prime. Gyakorlatilag több időt és energiát fektettem bele, számomra ez a egyik leg leg, leg Warframe uh, számomra, hogy így mondjam. És ez lenne a legáltalánosabb Survivor, illetve úgy általánosan mindenhova jó modulás. Természetesen van másik is, de az nem lényeg ebből a szempontból. Arken Guardian, Arken Grace. Uh, ugye a Grace életet tölt eséllyel, hogyha eltalálnak, de elég gyakran eltalálnak, úgyhogy ez... Uh, jól fog jönni. A Guardian-t lecserélhetitek, ha szerettek kardozni, akkor a Guardian-t lecserélhetitek egy Fury-ra, vagy egy Strike-ra. Strike-ot kedvelem. A Fury-val szemben szeretem a sebességet, VS. -re. Kicsi az erő, VS az erővel. De attól függ, hogy hogy van a kardom is modolva. Szóval ez az, amit én használok Oberonban 2020-ban. Ez lenne az a modolás természetesen Umbra, de ha nincs Umbra, akkor a Vitality Steel Fiber kombinációja is teljes mértékben megadja. Adaptation, ne felejtsétek ki, és a Phoenix Renyuage sem, felejtsétek ki. Srácok, uh, a uh, gondolhatnátok, hogy a Rage-et lecserélnétek esetleg egy másik modra, és berakhatnátok az Arcane energy és azt fogom nektek mondani itt és most, ezzel a modalással, ami itt van nekem, az energy nem volt elég ahhoz, hogy fenntartsam az energia szükségletet, szükségem volt arra a rage hogy eltaláljanak és táplálják az energiát, és hogy sose fogja ki belőle, és az energy nem volt elég az, nem kapcsoltál elég gyakran ahhoz, hogy folyamatosan fel tudjam tartani az energiát, főleg infested enemik ellen, ahol az energia instant tűnik el, szükséged lesz arra az energiára, és ezért a Rage, vagy a Hunter adrenalin uh, sokkal, de sokkal uh, jobban fognak uh, jönni, mint a Rage. A gondolatnátok, hogy a Phoenix Renewal helyett, és sokkal gyorsabb a Rolling Guardot is uh, berakhatnám, ugyebár nem javaslom, egyrészt sok helyet foglal, másrészt teljesen mindegy, hogyha 3 másodpercig öm, nem fogsz, tehát halhatatlan leszel, utána instant meg fogsz halni, szóval teljesen öm, így nem annyira hasznos. Szóval a Phoenix Renewal számomra Uh, egy, egy, nagyobb pofont ad, hogy bum, egy, hogy most meghaltál. Érted, amit mondod? Tehát van egy hang is, ami jön, amikor meghal, az Oberon és a Phoenix Renewal bekapcsol. Igaz, hogy hosszú egy lejárati ideje, de az egy hangot is óvatosságra int, hogy a játék fázist váltott, és hajlamosabb leszel meghalni. Ezért Phoenix Renewal számomra a Rolling Garden szemben, mert Oberonnal szeretem magam beleélni, és nem arra figyelni, hogy kell-e élet, nem kell élet, és a többi. Megoldja, uh, a, megoldja az életfeltöltés gyakorlatilag. A hármas képesség, a tenó, illetve a kardonban uh, lévő uh, healing return, hogyha arról van szó, csak nem tudom, hogy ebbe uh, raktam -e egy Healing Return, nem raktam valam, teljesen mindegy, tehát uh, egy kard, amiben uh, van Healing uh, Return, az teljesen jól meg tudja oldani a dolgokat neked. Szóval. Srácok, ez lett volna uh, Oberon 2020-ban, nagyon-nagyon köszönöm a figyelmet, a következő videóig! Sziasztok!